A sportcipők alapötlete a régi időkben született, ám a tényleges megvalósításra csak a 20. század elején került sor. Ezek könnyű, gumitalpú lábbelik voltak, kényelmesek és nagyon csöndesek. Ahogy egyre szebb és divatosabb darabok kerültek a polcokra, egyre többen kezdték hordani őket. Először is egy hidraulikus gép és egy nyomóforma segítségével kivágják a cipő felső részét. A következő állomásnál vágják ki a cipő orrát. Ez a minta meghatározó a cipő egész szabására nézve. Kivágás után egyenletesen szétterítik az orrformákat egy lemezen, majd gyantalapokat tesznek rájuk. Ezután letakarják az így összeállított elemeket, majd egy forró préselőbe helyezik azokat. A gyanta átitatja a bőrt, megerősítve és kikeményítve azt. A modell számát a cipő sarkának belső oldalára nyomják, majd az egészet tovább küldik a varrodába, ahol rákerül a cipőre az első prizma. A további felvarrók elhelyezését egy erre a célra kialakított, irányított munkalapon végzik. A munkalap előre és hátra mozog, így a varrógép tökéletesen rögzítheti a felvarrókat a cipő felső részére. Mindezt nagyon nehéz volna kézzel kivitelezni. Amint az alapvető stíluselemek felkerültek a cipőre, elérkezett az ideje a logó elhelyezésének. Persze ez is számítógép vezérelt folyamat. A cipő felső része immár készen áll a formázásra, amihez a keményített bőrelemeket használják fel. Itt az ideje összehozni a bélést a külsővel. A sarok felső karimájára vastag és puha tömítést varnak. Ezután kifordítják a cipőt és elrejtik a tömést. A felvarrás miatt a fűzőlyukak eltömődhettek, így egy célszerszámmal megtisztítják azokat. Eközben további számítógép vezérelt varrógép sorokon díszítéseket hímeznek a cipőkre. A nyelvbe is hasonló módszerrel rögzítik a tömést, majd kifordítják, elrejtve a varrást. Ezt követően felviszik a látható varrásokat a cipő külsejére. Egy keményített bőrelemet varnak a sarokra, ami tartást ad a cipőnek, és megerősíti a hátsó részt. Ezután ráhúzzák a fél cipőt egy lábsémára, amit sámfának hívnak. Majd felmelegítik annyira, hogy a lehető legjobban átvehesse a sámfa alakját. Közben némi ragasztó hozzáadásával fixálják a formát. A gépben mind a talpat, mind a felső részt felmelegítik annyira, hogy a már korábban felvitt ragasztó megolvadjon, így könnyebben rátapad később a talprészre. Előbb manuálisan összeillesztik a cipő két részét. Ezt mechanikus nyomásnak is alávetik. A gépben aztán a két fél tökéletes egészé olvad össze. Ezután belehelyezik a talpbetétet, és részben belefűzik a fűzőt. Ezt követően összepárosítják és megvizsgálják a cipőket. Nagyjából 21 perc alatt készült el ez a pár edzőcipő. Immár készen áll arra, hogy gazdára találjon valamelyik áruház polcán. Valaki örömmel hordja majd.